Kórháznak a területe, és most már 2017 óta a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonában álló terület. Itt kerül megvalósításra az Építészet Ligete című projekt. A Magyar Építészeti Múzeumot szeretnénk itt elhelyezni. A Magyar Építészeti Múzeum a 60-as évek közepe óta létező intézmény, azonban sosem volt önálló kiállító helye, sosem tudott valójában múzeumként megmutatkozni. Egy hosszú, több éves, de az elmúlt egy évben elég intenzív munka előzte meg azt a pályázati kiírást, amely 2021. szeptember 6-án jelent meg Építészet Ligete címmel. Egy nyílt tervpályázati kiírást hoztunk nyilvánosságra, november 8-ig várjuk a pályamunkákat, és 2021. december 6-án szeretnénk eredményt hirdetni. Ez a tervpályázati kiírás, ez arról szól, van két villaépület, most is itt állunk a két villaépület között, a Herzer és Grünwald villaépület között, ez a két villaépület megmarad. És ugye van még egy épület, amiről szerintem már hamarabb fogunk eredményeket látni, és talán már beszéltek is róla, ez az úgynevezett Fischer villa, vagy Walter Rózsi villa, amit remélhetőleg jövő tavasszal át tudunk adni a nagyközönségnek, és ahol egyébként az első ideiglenes, vagy már állandó, nem is tudom minek mondjam, kiállító tere lesz a Magyar Építészeti Múzeumnak. És nyilván szeretnénk, hogy ez ne csak egy múzeum legyen, hanem egy park legyen. Adott esetben a társművészetek is be tudjanak ide csatlakozni, legyenek itt koncertek, megtöltődjön élettel ez a terület. Szeretnénk, hogyha a hallgatók, nagyon sok építész hallgató van, itt is tudnának dolgozni, lennének azoknak az építészeti műhelyeknek, kamarának, civil szervezeteknek itt irodái, kiállítóhelyei. Szóval azt gondolom, hogy élettel teli területtel szeretnénk megtölteni ezt a gyönyörű környezetet, hiszen nem utolsó sorban el kell mondani, hogy a Városligeti Fasor az 200 méterre van a világörökségi Andrássy úttól, pár száz méterre a Városligettől, tehát ez egy gyönyörű terület tud lenni ahhoz, hogy építészetről beszéljünk, de az itt élőknek rekreációs terület is legyen. A Fischer Villa az, ami léptékében egy sokkal kisebb épület, de mindenféleképpen ennek a területnek az egyik gyöngyszeme. Tehát mondhatom ezt így építész tervezőként, ennyire lehetek elfogult, hogy azt mondjam, hogy ez az épület, ez ennek a területnek az egyik legveletesebb, legmagasabb építészeti minőséget képviselő épülete volt a maga idejében természetesen. A tervezés is, amit Fischer József műépítész végzett, tulajdonképpen pár hét alatt készült el. A megrendelő az adott korban, a 30-as években nagyon népszerű és nagyon közkedvelt Walter Rózsi operaénekesnő volt, és az ő férje, a Radó Géza, ők voltak a megbízók. A Fischer villát szeretnénk úgy helyreállítani, és ez a külsejére feltétlenül igaz, hogy tulajdonképpen az az érzésünk legyen, hogy a Walter Rózsi 10 perce ezelőtt indult el az operába énekelni. Tehát nagyon nagy hangsúlyt, nagyon nagy odafigyelést, törődést fektettünk be a tervezési folyamatba azért, hogy a házat meg tudjuk tartani úgy, illetve pontosabban szólva, hogy vissza tudjuk hozni arra az állapotra, hogy mondjuk ezt Fischer és Pécsi Eszter megtervezték. Ezt talán mondhatom azt, hogy munkatársaimmal, és az kibővítve tényleg az egész építészeti múzeum munkatársaival együtt, reményeim szerint, és ez tulajdonképpen több is, mint remény, azt gondolom, hogy sikerül megvalósítani azt az állapotot, ahogy tulajdonképpen Fischer átadta ezt az épületet. Természetesen a belsejére egy az egybe ezt nem lehet megvalósítani, hiszen
Mi, hogy szoktuk tréfásan mondani, szerettük volna elérni azt is, hogy ha az ember a látogató belép az épületbe, akkor megérezze Walter Rózsi Kölnéjének az illatát, hogy mit használt ugye a művésznő. De hát ugye ahhoz, hogy egy múzeumot korszerűen tudjunk működtetni, ehhez azért nagyon sok mindennek meg kell felelni. Egy nagyon izgalmas, nagyon különleges, nagyon szórakoztató, nagyon szép tervezési feladat volt.